Egy gyermekkorában megerőszakolt ír asszony is bekerült abba a Vatikáni Bizottságba, amely az egyházon belüli szexuális bűncselekményeket vizsgálja. A pápa, aki zéró toleranciát hirdetett a papi pedofília ellen, ma nevezte meg a bizottság tagjait, Bakos Piroska összeállítása. Ez a jókedélyű ír asszony Mary Collins. 13 éves volt, amikor egy pap megerőszakolta. Most egy alapítvány vezetőjeként segít a szexuálisan bántalmazott gyerekeken. Minden egyes gyermek, akit megóvunk az erőszaktól, egy-egy megmentett életet jelent. Nem akarom, hogy bárki is keresztül menjen mindazon, amin én, nyilatkozta még decemberben. Ő is tagja annak a bizottságnak, amelyet Ferenc pápa az egyházon belüli szexuális erőszak feltárására és megelőzésére állított fel. Az egyházfő egyelőre 4 nőt és 4 férfit nevezett meg. Az egyházi emberek mellett van a csoportban pszichológus, pszichiáter, jogász, sőt egykori lengyel miniszterelnök is. Ők akár büntető eljárást is kezdeményezhetnek, és ajánlásokat tesznek a papok ellenőrzésére. Ferenc pápának feltett szándéka, hogy az egyházat modellként állítsa a világ elé azzal, ahogyan most a gyermekek elleni szexuális bűncselekményeket kezeli. A társadalomnak szüksége is van a jó példára, sőt, joggal várja azt el az egyháztól, állítja a római katolikus egyetem professzora. Az ENSZ februárban igen keményen bírálta a Vatikánt. Vizsgálatok szerint a katolikus egyház azért, hogy mentse a hírnevét, inkább eltussolta a szexuális bűncselekményeket és megvédte az elkövető papokat. Hogy hány gyermek eshetett áldozatul, arról mindössze becslések vannak. Csak az Egyesült Államokban 100 000-re teszik a számukat. Bakos Piroska, Hír 24.